Mint arról korábban beszámoltunk, számos rendezvény és esemény valósul meg az értékközvetítés a Makó és Térségek közösségében című EFO projekt keretében. Ilyen többek között a legyélte is önkéntes című kezdeményezés is, amely már hatodik alkalommal valósult meg. Ezúttal a helyszín a Makkolyóvoda Kávintéri tagintézménye volt. A vállalkozó szelleműek a nyári szabadidejüket nem sajnálva újították meg a kisgyermekek fajátékait és az udvar környezetét. A programról András Irilla, projektmenedzser számolt be televíziónak most egy egyedi eset, hiszen óvodában még nem voltunk, játszótereket szépítettünk meg, is környezetüket, ezen kívül voltunk ugye most két alkalommal a Makói Eninek az épületében, és ugye már korábban is említettem, hogy a jövőben szeretnénk lelki gondozást is szolgálni az önkéntes program keretein belül, jelenleg a helyszínt keresjük erre. És ugye, hogy miért is pont az óvoda, természetesen minden makói intézménynek a vezetőivel kapcsolatban állunk, és úgy gondolom, hogy, mint ahogy említettem itt az iskola és óvoda kezdés előtt, ennél jobb helyet nem találhatunk volna ennek az eseménynek a megvalósítására. Nem csak az óvoda külseje szépült meg, hanem az intézmény is átalakuláson ment át a nyár folyamán, mivel szeptembertől már csoport kezdi meg a nevelési évet. Tette mindehez hozzá Bányai Anita, a Makkói óvoda intézményvezetője a padlástérből közösségi tér és tornaszoba lesz, a korábbi tornaszobából pedig csoportszoba lesz az idei nevelés évben. A munkálatok egész nyáron folytak, igazi nagy felújítás, minden volt benne, ami egy felújítással jár, és valószínű, hogy szeptember másodikára tényleg úgy várjuk a kicsiket, hogy rendbe tesszük az óvoda, a teljes óvoda udvarát és az óvoda épületét is. Bányai Anita intézményvezető elmondta, hogy nagy segítség volt az óvoda számára az önkéntesek munkája, mivel az év folyamán a négy hozzájuk tartozó intézmény körül két karbantartó látja el a feladatokat.